A dél-dunántúli Dombó várát 1310-ben említik először az írott források. Jelenleg az árkok és sáncok vonalai, valamint két fal maradvány látható az egykori várból. A 8 méter magas vélhetően az északkeleti sarok maradványa lehet. 11. éve történik a Dombópál várának a feltárása, illetve azok a kutatások, hogy valamilyen úton módon visszaálljon az az eredeti állapot, amelyet több száz éve ezelőtt itt volt. Ma már a feltárásból lehet látni, és már tavaly is körvonalazódtak a várnak a régi vonalai, és nagyjából most már egy grafika segítségével akár meg is lehet nézni, hogy milyen vár állott itt valamikor Dombóvár határában. Örömteli a történet, hogy 11 éve zajlik már ez a feltárás. Én, mint laikus, 5. éve veszek ebben részt, és azt mondom, hogy az idei évben számomra is már értelmezhető az a munka, ami itt folyik, hiszen felállunk oda a domboldalra, onnan teljesen jól látszik a várnak a vonala és azok a felépítmények, amelyek betöltötték ezt a várudvart. Az idei évben nagyot álmodtunk, és július 1-től augusztus 9-ig zajlik itt a munka. Soha nem látott létszámmal vesznek részt itt ma a diákok és azok a egyetemi pedagógusok, akik ezeknek a lelke és motorja az egész feltárásnak. Az idejében egy kis meglepetés is ért minket, hiszen a kaposvári honvédség 30 fővel részt vett a 0. napon, amikor felnyitották azokat a területeket, amelyek tavaly vissza lettek takarva, és pont beszéltem itt az előbb a kutatás vezetőjével, augusztus 9-én újból érkeznek 30 fővel, és nagyon nagy segítség lesz, hogy a visszatakarás szabszerűen megtörténjen. Jövőre már azt gondolom, hogy ennél sokkal több dologról tudunk beszámolni, hiszen nagyjából elkészülnek a grafikák, és el fog készülni egy olyan koncepcióterv, amelynek segítségével néhány éven belül itt egy látogatható várom kerül majd bemutatásra, amelyhez nyilván szeretnénk Dombár város önkormányzata olyan turisztikai attrakciót is hozzáfűzni, hogy minden több ember számára legyen kihívás, hogy látta-e vajon Dombópál várát és a feltárt és rekonstruált váromokat. Én ehhez kívánok Andriáéknak nagyon jó erőt, egészséget, és remélem, hogy a 12. évet is sikeresen tudjuk jövőre abszolválni. Berta Adrián régész elmondta nekünk, hogy az elmúlt 11 évben szisztematikusan tárták fel a Dombó vár romjait. Jelenleg a keleti várfal részben feltárt szakaszait tervezik befejezni. Az egykori északi épület szárny területén tavaly, illetve tavaly előtt megnyitott szelvényeknek a folytatását elsősorban a belső tornyok és pincék feltárását tűzték ki. Mind az északi, mind a déli épület szárny alá pincézet volt. A vár kapunál pedig ugye magának a várnak négy nagy építési periódusa van. A várnak az első formája az valamikor a 14. század legvégén vagy a 15. század elején készült el, írott adatok hiányában ezt pontosan nem tudjuk, és ezt követően három nagyobb átépítést tudtunk elkülöníteni. A legutolsó átépítés az a 15. század első felében történt, közvetlenül a család férfiágon való kihalása előtt, és ez alkalommal a várnak a külső védelmi rendszerét is átépítették, korábban egy palánk kerítette a téglából készült várfalakat, és ennél az utolsó építési periódusnál ezt a palánkot felszámolták, és egy kialapozású téglafallal helyettesítették, és akkor a várkapunak a védelmi rendszerét is átépítették, és a tavaly év folyamán elkezdtük feltárni a várkapunak a környezetét azzal a célra, hogy az utolsó periódus előtti időszaknak az állapotát megismerjük. Ez egy komplex régészeti kutatás, úgyhogy a hagyományos régészeti feltárások mellett geofizikai és távérzékelési módszereket is alkalmazunk. A tavalyi év folyamán elkészült a teljes előhelynek a nagy pontosságú lidar felmérése, amivel a vár közvetlen környezetét tudjuk vizsgálni. Továbbá több alkalommal végeztünk már geofizikai vizsgálatokat is, földradaros és magnetométeres kutatásokat. A magnetométeres kutatások azok sajnos nem hoztak eredményt, a nagyfokú bolygatottság és az építmény és a lelőhely jellege
miatt ezek nem vezettek eredményre, viszont a talajradaros vizsgálatokkal sikerült a még nem feltárt falmaradványoknak a nyomvonalait meghatároznunk. A lehetanyag, a legnagyobb mennyiség lehetanyag az a török korból származik. Szóval a vár az nagyjából másfél évszázadig volt a dombai családnak a birtokában, és a család kihalása után röviddel török kézre került, és 150 évig török végvárként funkcionált az épület. És mivel a vár, még álló vár életének ez volt az utolsó időszak, hogy a lehetanyag legnagyobb része is ebből a korszakból származik. Viszont van néhány olyan pont a vár területén, ahol eltemetődött középkori rétegződéseink is vannak, és innen viszont a 15-16. Század első feléből származó középkori lehetanyag is kerül elő. A nyugati oldal közepén hatalmas lakótorony emelkedett, az északi és a déli oldalon pedig alápincézett lakóépületek álltak. A várat vizes árok vette körül, melynek nyomai még ma is fellelhetőek.